Búzagyűjtés zajlik a Magyarok Kenyere program jótékonysági kezdeményezés keretében, melyhez idén Enyénk is csatlakozott. A nemzeti összefogás szimbólumaként a Kárpát-medence magyar lakta részein élő adományozók által a búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában osztják szét a határokon innen és túl a magyar gyermekeket segítő szervezetek támogatására. Kell még egy ölelés, ami végig elkísér. A megyei búzagyűjtőpontokon jelenleg is zajlik a búzagyűjtés. A város polgármestere több elven keresztül részletezte, hogy miért büszkeség a programhoz való csatlakozás. Enyénk számára ez nagyon fontos esemény, hiszen azt tudjuk, hogy a megyében ugye a legjobb földek itt vannak, és ez valamilyen szinten szerintem kötelezi a települést arra, hogy egy ilyen jellegű programhoz csatlakozzon. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, amit mindenféleképpen minden magyarnak át kell gondolni, hogyha teheti, és hogyha lehetősége van, akkor támogassa. Én ezt azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ilyen szempontból is. Egyébként idén csatlakoztunk ehhez a programhoz, az elnök úrral beszélgettünk, hogy miért nem Enyéngen van ez az összegyűjtő, vagy összeöntés, és akkor azt mondta tavaly, hogy idén természetesen itt lesz, és ez meg is valósult szerencsére, úgyhogy örülünk neki. Nagyon büszkék vagyunk rá. Azzal, hogy a város csatlakozott a programhoz, milyen kötelezettségeik van? Én azt gondolom, hogy igazából a kötelezettség tekintetében az, hogy ezt a helyet biztosítottuk itt, és megpróbálunk a legjobban tudásunk szerint itt helytállni, és egyáltalán fölhívni a figyelmet erre a programra. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb most jelen pillanatban az, hogy önök itt vannak a vendégeink, és próbálnak és eljöttek ide Enyéngre. És ez fontos. Itt most jelen pillanatban lesz a búza összeöntés, ez azt jelenti, hogy különböző gyűjtőpontok vannak megyeszerte, és itt lesz a kis műsorunk, egy-két olyan 20-25 perces kis szerény kis műsort tartunk ezzel kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy ez természetesen megszenteljük a búzát, amelyik itt fontos. A Magyarok Kenyere program 6 évvel ezelőtt indult el. Az első évben 10 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak. Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a búzagyűjtés példaértékű kezdeményezés lehet minden magyar számára. Hihetetlen összefogás és jó gondolat jellemzi ennek a Magyarok Kenyere programnak a Fejér megyei résztvevőit, és azt a gondolatot, amely az agrárkamara felkarolásával ezt a búza mennyiséget, amit mi összeöntünk, ezt egy olyan szimbolikus tettnek tekinthetjük, amely, hogyha az összmagyarságot nézzük, és az összmagyarságra nézve próbálunk egy szimbolikus rendszert felépíteni, akkor azt gondolom, hogy egy olyan kezdeményezés, amely az elkövetkezendő időszakban példa lehet az összmagyarságra tekintve, illetve mindenkire, aki az összefogást szeretné Magyarországon. És ennek a szimbolikája azon is, abban is tetten érhető, hiszen kiírták ide, hogy ez a magyarok kenyere több millió búzaszemből áll össze, és hogyha a magyarság megmaradásáról szeretnénk az elkövetkezendő időszakban többet beszélni és többet hallani, akkor azt gondolom, hogy a lehetőségek ebben a szimbolikában tetten érhetőek. A mezőföldön vagyunk. A mezőföld Magyarország egyik legjobb termőterülete. A gondos gazda már learatott. A gondos gazda az már nem csak learatott, hanem előkészítette a talajt annak a jövőben lévő ígéretnek, amelyet majd el fog vetni ősszel, pár hét múlva, és újra kezdi az életét. Én elsősorban itt ma azokat a gazdákat szeretném köszönteni, akik minden évben újrakezdik, minden évben megteremtik annak az alapját, kinkeserves munkával, de boldog munkával, hiszen látják sok esetben az ő munkájuk értelmét. Megteremtik annak az alapját, hogy új élet keletkezzen, és új kenyér, amin keresztül a magyarság folyamatosan saját testi és lelki táplálékát is tudja biztosítani. Én remélem, hogy ez a kezdeményezés eléri azt a célját, amelyet egyébként a kiinduló pontban a karitatív tevékenységként tett, és remélhetőleg
eljut azokhoz a gyermekekhez, szegényekhez, hajléktalanokhoz, akiknek a gazdák ezeket a búzákat és ezt a búzamennyiséget összehozták. Simon László kormány megbízott fontosnak tartja, hogy a nemzeti összefogás által még több jótékony kezdeményezés induljon. Hála jó időjárásnak azért nem az az elsősleges szempont, hogy ugye sokat beszéljünk. De azért köszönöm a lehetőséget, elnök úrnak, hogy most itt gyorsan fölkért, és tényleg örülök, hogy szólhatok, bár nem nagyon vagyok híve a sok beszédnek, mint mondottam. Ennyi kötődéseim okán különös szeretettel és tisztelettel jöttem el ide ma. Több okból maga a kezdeményezés, ami 2011-ben elindult Korinek tanár úr jóvoltából, mint hallhattuk polgármester úr köszöntőjében. Azt hiszem, és erről sokat beszéltünk már ebben az országban, arra predesztinál bennünket, hogy valóban ezt a nemzeti összefogást, valóban a gazdák, az emberek és a jótékonysági célt megfogalmazva ezt tovább kell, hogy vigyük itt a megyében is. Beszélgetve elnök úrral valóban nagyon sok jótékony célt érhetünk el az összeadott, a gazdák által megtermelt termény jóvoltából, és immár a megyében is, a megyében lévő gyermekintézmények, éhes szájak ellátására is kerülhet talán idén, és ezt tényleg jó ötletnek tartom, és ebben minden segítséget én személy szerint és a kormányhivatal is meg fogunk adni. Az, hogy a tavalyi országos 515 tonna csúcs után vélhetően az idén is legalábbis reméljük még több búza kerül így jótékonysági célra, azt jelzi, hogy valóban, mint hallottuk az előzőekben, a gazdák, az emberek, az összefogó magyar nemzet valóban tesz és a jó cél érdekében lép előre évről évre. A megyében is mindent megteszünk, hogy a cél megvalósuljon. A program középpontjában az összmagyarság összefogása áll, fogalmazott Kis Norbert Ivó, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei elnöke. 2011-ben Korinek professzor indította el ezt az egész mozgalmat, 13-ban csatlakozott hozzá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 15-től már szervezőként is részt veszünk, és innen látszik az, hogy az összegyűjtött buza mennyiségek is megszaporodtak, tehát duplájára növekedtek a mennyiségek. A felajánlott gabona mennyiséget az ország 26 malmában őrlik idén. Tavaly 515 tonna búza gyűlt össze a rászorulók számára. A búzagyűjtéséhez igazodva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi egységei megyei búzagyűjtőnapokat és kenyérünnepeket is rendeznek. Idén augusztus 13-án kerül megrendezésre az összeöntés ünnepe, amelyre a Magyarországról és a határon túli területekről felajánlott búza egy jelképes mennyiségét várják, melyet ünnepélyes keretek között egyesítenek. A legnagyobb esemény helyszíne Pécs városa lesz, ahol augusztus 20-án a központi kenyérünnep keretében Böjte Csaba ferences rendi szerzetes és Korinek László professzor a mozgalom elindítója jelenlétében megáldják a megőrölt búzából készült magyarok kenyerét. A támogatást szeptember 20-án a Gyermekek Világnapján az adományozási nap keretében osztják majd szét a rászorulók között. A Magyarok Kenyere nevű összefogás jóvoltából az elmúlt tanévben is több tonna kenyér jutott a Szent Ferenc Alapítvány által felkarolt gyermekek asztalára. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Bizonyára sokan hallhatták már ezt az ige szakaszt, találkozhattok ezzel a mondattal. Megmondom őszintén, jó volt végig gondolni az én számomra is, hogy nagyon sok mindent megtesz az ember, nagyon sokat dolgozunk, nagyon sokat teszünk azért, hogy a jövőnk fejlődjön, azért, hogy itt lehessen ez a búza. Az elmúlt évekről elmondható tehát, hogy egyre több gazdát szólít meg a program, és egyre több tonna felajánlás érkezik a rászorulók részére. A régészeti kutatások Egyiptom legrégibb emlékei között említik a búzát. Időszámításunk előtt 6000-5000-ben Törökország környékéről terjedhetett el. A hagyományosan legnagyobb búzatermelő Kínában az időszámításunk előtt 2700-ban már termesztették, és az ókori világ szinte minden vidékén találkozhatunk a búza fogalmával.
Nálunk magyaroknál már a nomád életmódot folytató honfoglalók is használták a gabonát, ezt régészeti leletek is alátámasztják. Hazánkban az évszázados múltra visszatekintő magyar búzafajtákat, köztük a Tiszavidékit az 1863-ban zajló szörnyű asszály elpusztította, és helyére lengyel búzafajták kerültek. És elmondhatjuk azt is, hogy a katasztrófának is köszönhetően a 19. század végén elkezdődött a mai napig tartó nagyobb hozamú magyar fajták sikeres nemesítése. Olyan jó, hogy te megőrizted a mezőgazdászok életét, adtál nekik erőt a munkához, és ami még fontosabb ettől, megáldottad a munkájukat, melynek gyümölcse elérhet hozzánk. Urunk, kérünk tégedet, hogy add, hogy mindig emlékezhessünk arra, hogy mindaz, amink van, azt nem mástól, hanem egyedül tőled kapjuk minden egyes dolgot. És urunk, add, hogy ebben az emlékezésben benne legyen az is, hogy amit én kaptam, abból megtanuljak adni is. Adni a rászorulónak, adni a szegénynek, úgy, ahogyan te tőled kaptuk azt. Urunk, kérünk téged, hallgass meg bennünket. Amen. A mai program végén Szűcs Sándor református lelkész elmondta köszöntő szavait, majd megáldotta a gabonát.